A tudatlanság eltűnik a szatnámon meditálva. There is no ritual that gives us peace. There is no pilgrimage by which the mind becomes silent. Semmilyen rituálé nem ad nekünk békét, semmilyen zarándoklat nem juttatja meg a tudatot. Sadhguru's darshan is the only thing that works. A Sadhguru darshanja az egyetlen dolog, ami működik. Seeing the supreme being where we have met the masters of the past. Nem láttuk még a felsőbbrendű lényt, és nem találkoztunk a múlt mestereivel. Luckily we have met the living master that makes us contemplate the divine light. Szerencsére találkoztunk az élő mesterrel, aki kontempláltat minket az igaz fényen. We were adrift in the sea of illusion. Az illúziók óceánjában sodródtunk. He came into the water now and made us climb on it. Ő eljött a nám hajóján, és fölvett minket. He will take us all to the abode of truth. Ő mindnyájunkat el fog vinni az igazság otthonát. Finally, the separated I disappears. Ott végre eltűnik az elválasztott én. In the enchantment of union, only God remains. Az egység bűvöletében csak Isten marad. This, to describe it, describing it to others, it's impossible. The one who knows it, the one who experiences it, eventually becomes equipoised or stable. Leírni ezt másoknak lehetetlen. Azok, akik megkapták ezt az élményt, azok stabillá válnak. This subject, this topic of equipoise, balance, equilibrium, it's a very vital one, it's very important one. Ez a téma az egyensúly, a kiegyensúlyozottság témája, ez nagyon fontos dolog. It's one of the things that strikes most when we analyze. Elkezdik vizsgálni az embereket. Either one way or the other, they are all in balance. Very difficult to find some balance in balance. Így vagy úgy, de mindenki kiegyensúlyozatlan. Nagyon ritka az, hogy egy kiegyensúlyozott ember találunk. And most of the people do undergo excesses which they cannot control. És a legtöbb ember olyan extrémitásokon, olyan túlzásokon megy keresztül, types in this city. Of a realized person, this undergoing to these winds of passions of several kinds, it's all a disease, they're all diseases. De
egy megvilágosult ember szemeinek minden egyes kis a tudatnak minden egyes kis vágya vagy negatív gondolata egyfajta betegségnek felelnek. So I would say we are all more or less diseased with lust, attachment, egoism. Arrogancia, erőszakosság és így tovább. So finding this balance in life, in oneself, it's the goal of spiritual work. Ez a fajta kiegyensúlyozottság, amiről beszéltem, ez a lényege az egész spirituális. Since we are all addicted to one kind of passion or another, one kind of addiction or another, which is the way of getting there is only one real way, that of developing a passion, an addiction of a different kind. Csak egyetlen módon lehet ettől megszabadulni, hogyha kifejlesztünk egy másfajta addikciót, egy másfajta függőséget. Which should overrule all the others. Ami felülírja az összes többit. And this is this passion for God, this passion for manifesting the light, for becoming a very bright being, for having that God's intoxication. És ez az, hogy megvalósítsuk Istent, megnyilvánítsuk magunkban belső fényt és nagyon sugárzó lényekké váljunk. Ramakrishna Paramahansa used to say, mad, that's the word. We have to become mad in the love of God if we want to see Him. We may only develop in the company of those who have. És ezt a fajta szenvedélyt csak olyan emberek közelében tudjuk kialakítani, akik rendelkeznek ezzel. If we have some with us, some of it with us, if it's innate in us, well and good, then it may increase and really become a dominating thing in our landscape. Ha rendelkezünk ezzel, akkor jó nekünk, akkor hagynunk kell, hogy kifejlődjön ez teljesen, hogy eluralkodjon rajtunk, és egy jelentős részévé váljunk, ami tájképünknek úgymond. And in this way, we'll really become gradually self-sufficient people. És így lépésről lépésre emberekké válunk. People don't need anything from outside to find their pleasure for life, their well-being or satisfaction. Az emberek nincs semmi külső dolog veszik. Az, hogy értelmetek, hogy élvezetet találjanak az életben. When a person is self-sufficient on himself, he can live on himself, by himself, from what flows within him or her. What a great realization is that. Egy ember képes arra, hogy semmire nem támaszkodni teljesen. Azáltal, hogy hagyja, hogy ez az öröm átfolyjon rajta, és ez egy nagyszerű megvalósítás. If a person could live in a place like this, without anybody, without anything, and be so full of God's grace, God's blessing and God's intoxication, what a great life. Hogyha az ember képes egy ilyen helyen élni,
ahol senkire nincsen szüksége, és képes egyfolytában élvezni Isten áldását, Isten megmámorosítását, akkor az egy nagyszerű élet. We have so much and we always have the cravings for more. Annyi mindennel rendelkezünk, és mindig egyre többre vágyunk csak. But as Hungarian Paul used to say, just simplify your life, simplify, and simplify again. Kirpálmester, Hazúkirpál azt szoktam mondani, hogy csak egyszerűsítsétek az életeteket, egyszerűsítsétek még, és végül még egyszerűsítsétek. It's so beautiful, it's such a great life, where very few needs, and be able to sit in meditation, find that that fullness, that flow of current, of God's presence in our being. Egy olyan csodálatos élet, ahol nagyon kevés dologra van szükségünk, ahol tudunk, nagyon sokat tudunk meditálni, meg tudjuk találni Isten jelenlétét magunkban, és engedhetjük, hogy a nektár átfolyjon rajtunk. It's always feel excellent, you know, always feel excellent in a place like this, because that's really my habitat. Én egy ilyen helyen mindig nagyon jól érzem magam, mert úgy érzem, hogy ez az én otthonom. I lived in a place like this for 33 years now, and I keep liking it. Én egy ilyen hasonló helyen éltem, élek már 33 éve, és nagyon még mindig, egyre mindig jobban, nagyon szeretem az én életstílusom. Amikor egy ilyen helyen ülök, akkor mindig az az érzésem, hogy a testem pórusai kinyílnak, és minden testemmel, hanem a spirituálissal is. Vagyunk ilyen irányba terelni az életünket, akkor előbb-utóbb képessé válunk arra, hogy meglássuk Istent magunkban, hogy megvalósítsuk ezt a belső fényt. This is what's really going to bring the equilibrium, the equipoise, is going to bring that full satisfaction, that feeling of having completed the work of we human beings. És ez fog nekünk kiegyensúlyozottságot adni. Ez fog minket kielégíteni, ez fog minket eltölteni azzal az érzéssel, hogy mi, mint emberi lények elvégeztük a munkánkat. Then once it's done, this is done, then we don't need any of the other things. We don't need any of what's going on in the world, politics, religions, and all the stuff by which the world is crowded. Miután ezt megvalósítottuk, azt fogjuk érezni, hogy semmi másra nincsen szükségünk, sem politikára, sem vallásokra, sem semmi másra, amivel ez a világ meg van töltve. Free from all the social conditioning of fashions and addictions, habits and so forth. Nagy kegyelem, én nagy kegyelemnek érzem azt, hogy egy ilyen helyen lehetünk. Let us fully enjoy it, let us fully perceive the beauty which is here. Élvezzük ki teljesen, próbáljuk meg teljesen érzékelni azt a szépséget, ami itt jelen van. And let it go deep inside us.
és engedjük azt, hogy mélyen belénk hatoljon.